Nyíregyházán a Városi Stadion adott otthont a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ügyességi és váltófutó diákolimpiai csapatbajnokságnak. A versenyzők fiú és lány kategóriában, ötfős csapatokban, négy korcsoportban, váltófutásban, súlylökésben, kislabdahajításban, diszkoszvetésben, gerelyhajításban és magasugrásban mérhették össze ügyességüket. A fiatalok között volt, aki már korábban is szép eredménnyel zárt. Tavaly bejutottam az országos döntőbe, és 12. helyezést értem el. Hát idén az a célom, hogy egy kicsit jobb helyezést érek el, és minél jobban sikerüljön. Az ügyességi csapatbajnokság a megyében nagy népszerűségnek örvend, idén is számos általános és középiskola képviseltette magát rajta. Két csapattal jöttünk most ide. A távolugráson már túl vagyunk, azt szerencsésen meg tudtuk nyerni, tehát megyei bajnokok vagyunk. A kislabdahajításnak most lett vége, várjuk az eredményt, remélem, hogy ott is érmet tudunk szerezni. Mi, amikor ez ki van írva ez a verseny, minden évben eljövünk, nem vagyunk messze Nyíregyházától, tehát az utazásunk az nem probléma. Az ügyességi csapatbajnokságot egy kisebb szünet után rendezték meg ismét, idén feljutásos rendszerben. Annak örülünk, hogy ez az ügyességi csapatbajnokság korábban kikerült a Magyar Diák Sport versenyrendszeréből, és ebben az évben újra visszatette a Magyar Diák Sport Szövetség. Ez a verseny ez egy feljutásos rendszer, a városi, megyei, majd az országos verseny kerül megrendezésre. Nagy örömünkre szolgál az, hogy 140 csapat nevezett a megyei döntőre, ami nagyon szép szám. Úgy gondolom, hogy ebből az országos döntőre, ami meghívásos versenynek számít, tehát a megyei döntőkön elért eredmények alapján. Az összesített eredmények alapján magasugrásban az első 8, minden további versenyszámban az első 16 csapat jut a Diákolimpia országos döntőjébe, amelyet október 14-én és 15-én rendeznek meg Budapesten.